sziasztok! Hoztam nektek a februári jóslatot a kínai horoszkóp szerint. Megnézzük mind a 12 jegynek, milyen energiák lesznek, mit hoz a február. Be van linkelve, hogy mihez tartozol, ha nem tudod, akkor nézd meg a születési évedet. Minden ott van a videó alatti boxban, akár csak a csatornatagság, csatlakozhatsz, ha friss és exkluzív videókat szeretnél belinkeltem nektek minden információt ezzel kapcsolatban. Ha kártyát szeretnél rendelni, a cigánykártyámat, az indián taró, illetve az arany lenormand kártyámat, azt is megteheted, privátvetéseket, energetikai tisztításokat, energetizált ékszereket rendelhetsz tőlem, nézd meg a leírásokat. Na nézzük meg, hogy mi várható a patkány évében születetteknek, februárban milyen energiák lesznek, Húzok egyet a tanókártyámból is. Megnézzük, hogy mi a fő energia. Így van, az érzelmek lesznek előtérben, úgy látom. A kejhek mindig döntéseket és a választásokat, egy kis érzelmi bizonytalanságot is hozhat, viszont ott vannak a jó lehetőségek, ki lehet választani. Na no, nézzük, tehát az érzelmi terület lesz most fókuszban. Na no, nézzük, így van, olyan, mintha valamit sikerülne letenned, akár pénzbeli blokkokkal kapcsolatban, hiszen ha sok volt a kiadás, vagy nem úgy jött a pénz, esetleg nem volt munkád, volt egy kis stresszes helyzet, ami az érzelméretedre is kihatott, most ott van a fejlődés, a kártyám azt üzeni neked, hogy foglalkozz magaddal, ha hölgy vagy, hangsőz ki a női energiát, mert kevés az önbizalom. Nyugodtan fektes magadba, akár anyagiakat is, azt mutatja a kártya, ha szeretnél egy tetoválást, vagy bármilyen ö, olyan dolgot, amit téged feldob, nyugodtan fordíts ezt a pénzt magadra, hiszen ott az egyensúly hivatalos ügy tekintetében, úgy látom, döntések is lehetnek, nehéz energiák, stressz helyzet, esetleg, ha valamilyen papíra váltsz, vagy munkával kapcsolatban változásra, olyan, mint most egy kicsit megállt volna a dolog, így van, tehát hivatalos ügy tekintetében is, hogyha volt valami, régóta kerestél munkát, tolódik, tolódik, ott van a félelmek, ami ugye az érzelmi életedre kihat, akkor ezt rendbe kell tenni, hiszen hónap végére lesz segítség, megtalálod a stabilitásodat, és ott van a szerencse. Az is lehet, hogy egy családtag vagy hölgyek tudnak segíteni neked, esetleg valamilyen spirituális ember segítő, aki ilyen tevékenységet végez, most pozitívan tudhatni, úgy látom. Tehát lesz segítség, és meg is erősödsz, ott van a szerencsével minden dolog, amit szeretnél, ami a stabilitásodhoz, a nőjességedhez, a, az érzelmeid megújulásához hozzájárul. Bíz magadban, hiszen ott az égi segítség. Energetikai tisztításokkal segítheted magad, leteheted a terhet esetleg, ha volt olyan az életedben, ami. Tolódott, de inkább ilyen hivatalos ügy és munka, ami az érzelmeidre kihatott. Most arra is lesz megoldás, nyugodtan kér segítséget. No, húzok egyet a színkártyámból, mi az üzenet számodra, mi támogat. Mahagóni használd a tűzelemet, így van, a tűzelem használatával, a nőiességed használatával sok mindent elérhetsz. A huszas, ugye magában a kettes, ami a kapcsolatok száma, ami megmutatkozott ugye a cigány és a taróból is, hiszen az érzelmi területtel van kapcsolatban, ott lesznek a segítők, lesz megoldás. Na nézzük, hogy a bivajoknak mit hoz ez a hónap? Húzok egy tarót is az indiántaromból. Milyen energiami fókuszban lehet? Nagy változások és lezárások lesznek. A kártyám arra hívja fel a figyelmet, hogy a gondolataidat, a kommunikációdat ki kell tisztítani. nem menj bele vitákba, új út áll előtted. Megnézzük, hogy mi az 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 új dolog, vagy valamilyen elengedés, amit végre meg tudsz tenni. Így van, párkapcsolati tekintetben lehet változás, hármas kapcsolódásokat is mutathat a kártya, vagy döntéshelyzeteket, tehát két hódoló is lehet párkapcsolati tekintetben, így van, úgyhogy nagyon gyors változások, valami, mintha ö, lemenne de egyébként valami, valami blokk, itt van a kasszával, a halállal, valami ketté lesz vágva, ezt mutatja, ugye, a kardok tízes is, tiszta gondolatokkal meg tudod valósítani magad, így van, Hátad mögé kerülnek a negatív energiák, és elindulsz a vágyaid útján, akár egy új élet is egyébként. Így van, tehát pozitív változások. Úgy látom, hogy pénztekintetében is megerősödsz, hiszen sok volt a kiadás, vagy ha hivatalos ügyed volt, úgy látom, ami pénzzel kapcsolatos, igen, sokatoknál a munka, ami meg volt akadva. Úgy látom, hogy új irányba mész, hiszen több lehetőség is lehet, ki tudod választani. Úgy látom, hogy a kardok megerősít téged abban, hogy egy ciklust lezár, hiszen a tízes az egy új ciklus kezdetét jelenti, tehát lezárod. Ami téged nem épít, ezeket a negatív energiákat, úgyhogy döntések lesznek, akár párkapcsolatban is valami ki fog világosodni számodra. Egy új ciklus, akár egy új élet, nem kell sokat várni, hiszen útban vannak a dolgok. Megnézzük, hogy a színkártyán mit üzen neked, melyik szín támogat téged. Májva. Végez spirituális gyakorlatokat. Így van, ki kell tisztítani az energetikai rendszert, megerősíteni magad. A 43-as önmagában egy hetes, tehát karmikus blokkok mehettek rólad, egy tisztítás alkalmával. Ha úgy érzed, hogy megakadtak a dolgok, nyugodtan ír rám. A Marika Nő Facebook oldalamon fel tudjuk mérni, mik azok az energiák, amit, amit téged gátolnak, mit kell tisztítani. Hiszen egy-egy életterülethez, egy-egy csakra is kapcsolódik, ami, ha nem tiszta, nehezítés jelenthet. Na nézzük a tigris évében, milyen energiák lesznek, milyen változások húzok egyet. A taromból is neked nézzük az indián tarom üzenetét. Így van, kardok hatos, a gondolatok tisztaságára hívja fel a figyelmet. Most végre el tudsz indulni, ha volt valami olyan stresszes helyzet, esetleg vita, negatív gondolat, vagy akár olyan életesemény, most új vizekre tudsz evezni változások mindenképpen hatos, az magában ugye a párkapcsolat vagy a család száma is, úgyhogy abban is lehet változás neked. Na nézzük! Így van, a blokkok lekerülnek, szívbéli, családbéli ö, problémák megoldódnak, útban vannak a tiszta gondolatok, itt van az új időszak, ki kell tisztítani a gondolataidat, a szívcsakrádat, sokkal határozottabb leszel, ami most aktuális neked az életben, akár párkapcsolat is, ott van a választási lehetőség, hiszen két szemét is látunk. Hú, sokatoknál van olyan, hogy karmikus kapcsolat szerencsével, költözés, összeköltözés, helyváltoztatás, utazás, ugye a hajó szimbóluma is ezt mutatja nekünk, hogy valami elindul, akár úton leszel. Az is lehet, hogy a családban a gyermekekhez egy látogatás, vagy kicsit jobban nyitsz a világra, tehát most az emberi kapcsolatok, ami úgy látom előtérbe kerül, munkában esetleg, ha volt negatív energia, sokatoknál volt, de ott is több választási lehetőség, pozitív dolgok, a vágyait szerint a munka is, vagy a hivatalos ügy is, ami nehezített volt, az most beindul. Így van. Tiszta gondolatokkal, csakrával, szívcsakrával mindent meg tudsz valósítani megnézzük, mit tizen a színkártyám neked melyik szín támogat smaragd így van, hiszen a szívcsakra színe a zöld gyönyörű harmónia nyugtasd le az elméd, a tested és a lelked így van, tiszta gondolatokkal, szívcsakrával előbe tudsz menni Na nézzük meg, hogy a nyúl évében születetteknek mit hoz ez a hónap. Húzok egyet. Az indián taromból, hogy mi a fő energia. No hát, egy ciklus vége lesz, úgy látom, leszed, leteszed a terheidet, hiszen a botok az tüzeslap, nagyon hamari megvalósulást ígér, és egy új ciklus kezdetét. Na nézzük, hogy mi lesz neked az új, mit teszel le, embereket, helyzeteket az is lehet, hogy egy betegséggel kapcsolatban valami megoldódik egyébként, a lelket felszabadul, jó híreket kapsz, ott van az egyensúly, valamit most leteszel, akár fogak, csontok, izületek, hasban lévő dolgok most megoldásra kerülhetnek betegség tekintetében, tehát valami így van, csupa pozitív dolog, olyan, mintha megdolgoztál volna mindenért, le tudod tenni azt, ami téged nem gátol, most nem embereket látok, hiszen ott aránylag ugye jó a kapcsolat, szeretet van mindenhol, szerelemben, viszont bejöhet hozzá, egy ideális társ. Úgy látom, hogy megvan a határozottságod, tudod, hogy mit akarsz, új energiák, új kezdet, csodálatos harmónia, botok tízes, egy új időszak kezdetét jelenti, amit letettél, az ajándéklapja pedig a megvalósulást, ami nagyon hamar, megva így van, párkapcsolatban látok egyébként megoldásokat. Nyitva a világra, társaságba mész, úgy látom, hogy költesz magadra a női energiádat, használod a kreativitásodat, tehát új dolgok az életedben, pozitív kapcsolódások, pozitív hírek, bármivel kapcsolatban egyébként ott az új energia. Na nézzük a színkártyán, mit üzen neked, mi támogat téged ebben a hónapban, melyik szín szilva Győz le a kihívásokat. A 41-es ugye egy ötös, az is a középpont, a gyorsasság a társaság. Úgyhogy az emberi kapcsolatok kitisztulnak. na no, nézzük a sárkány évében születettek. Mire számíthatnak ebben a hónapban? Húzok egyet az indián is mi a fő energia, ami változás ú, a mágus, maga a kezdet valamit, bármit, amit szeretnél meg tudod valósítani használod az energiádat, tele vagy tűzzel nagyon pozitív lap valaminek a kezdete na nézzük, melyik az a terület ami neked most begyorsul és meg tudod teremteni magad így van, emberek tekintetében lemennek rólad az energiavámpírok ha volt családban, munkahelyen úgy látom, hogy el tudod távolítani így van, anyagi megújulás is, több tevékenységet látok esetleg, ha valami plusz tevékenységet szeretnél, vagy olyan munkát, valamit beindítasz, nagyon hamar ott van az eredmény, tehát a közeljövőt mutatja ez a kártya, tengeren túli utazás, úgy látom, pozitív üzenetek, pozitív kártyák nagyon egyébként. Tavasszal olyan, mintha már tervezgetnéd, hogy hova mész nyaralni, külföldi utazások, tengeren túli utazások, ott van a szerelem, tiszta szívcsakra, pozitív dolgok, no, hát mindent tudsz most indítani. Tehát tiszta lélek, tiszta szív, pozitív energiák, a pénzben is új energiák, a mágussal mindent meg tudsz teremteni, az energiák kiegyenlítettek, úgy látom, hogy sikerült letenned mindent, és egy új időszak veszi kezdetét az életedbe, csodálatos lapok, szerencsés időszak, no, nézzük, melyik szín támogat téged ebben a hónapban, a színkártyám üzenetét megnézzük, rozsda, húsz határokat, pontosan hónap elején meghúzod a határokat, ami nem szolgál téged, el tudod engedni, Na nézzük meg, hogy a kígyó évében születettek, mire számíthatnak ebben a hónapban. Húzok egy fő energiát a taróból, melyik az a terület, ami hangsúlyos lesz, a hold. A hold kártyája női energiákat mutatja, használd a női energiát, a tüzet, ami benned van. Az is lehet, hogy van olyan életterület, ami számodra még homályos, de ki fog derülni minden. Használd a női energiád és az intuíciódat. Na nézzük, mi az, amikik ki fog derülni, ami kézzelfoghatóvá válik számodra. Ami még homályos. Így van, szerelmi területen úgy látom, csodálatos kapcsolódásokat látok, hogyha esetleg a párkapcsolatban szeretnél pozitív változást, és kéred a fentiek segítségét, ott egy lélektársi kapcsolat, szerencsével, ahol nincsenek akadályok, hogyha párt keresel, ö, több lehetőség is van, meg fogod érezni, hogy ki az igazi. A kártyáim azt üzenik, és elengeded mindent, ami téged nem épít, egy határozott férfit, illetve hölgyet látok, aki ragaszkodik, és nagyon rövid időn belül belép az életedbe. Így van, akár gyermekszületés, most villámcsapás szerűen valami kivilágosodik. Most a párkapcsolat, emberi kapcsolatok, ami fókuszban lesz nálad, a gyerekekkel úgy látom, a szülőkkel, családtagokkal, tiszta gondolatok, ö, így van, úgyhogy itt nincs is blokk. Ott van a stabilitás. Így van, munkában is lehetnek jó dolgok. Tehát ami még homályos volt számodra, munka vagy párkapcsolat tekintetében, hosszú távú értékes dolgok, pénzgyarapodás, most szinte minden támogatva van, csodálatos lapok. Betegséget nem is látok, úgy látom, mert határozott vagy, mindent el tudsz indítani, bármit is szeretnél. Na nézzük a színkártyám üzenetét számodra, melyik szint támogat. Az úrkék, védd magad, így van, az energetika nagyon fontos. Az is lehet, hogy ha tisztítod magad, meggyorsítod a folyamatokat. A kék egyébként ugye a torok, a kommunikáció, ami most ki van egyenlítve nálad, vagy a koronacsakra is, tehát a spiritualitás is benne van a holdban is. Na nézzük, hogy a lóévében születettek, mire számíthatnak ebben a hónapban. Húzok egyet, egy fő energiát az indián taromból. Hú, értékeket látunk, azért még 9-es csupa pozitív dolog, akár munka, akár anyagi területen, de természetesen ugye a belső értékeket is mutathatja. Szinte csak aratni kell, mint az a hölgy. A 9-es, ugye, az elengedés száma is, tehát most valamit el tudtál engedni, külső-belső gyarapodás, lelki dolgok, no nézzük, így van, magad mögé tetted a blokkokat. Hónap elején olyan, mintha a vágyaidat meg tudnád valósítani, ami homályos számodra, tiszta gondolatokkal meg tudod valósítani. Anyagi területen látok változást, hivatalos ügy, munka, ott vannak már a papírok. <kül> Úgy látom, hogy megvan mindenhez az önbizalmad. <kül> És <kül> így van szerelem tekintetében, hogyha volt megakadás, azt is lazán el tudod engedni, tehát a blokkok lemennek rólad. Nem rágódsz már dolgokon, bízol magadban, bízol a határozottságodban, az isteni útmutatásban, és szerencsével minden beindulhat az életedbe, úgy látom lesz is segítség, tehát ha munkát keresel anyagi tekintetben, az is ott van rövid időn belül, hiszen látjuk a pénzt, az égi segítséget, ott áll melletted minden, de akár szívkirály tekintetében és szívkirálynő tekintetében és egy hűséges, értékes társ, ami lelki biztonságot nyújt neked, csupa pozitív dolog, a blokkok lekerülnek hónap elején, tehát az elengedés már megvolt, és az energiák úgy látom, hogy tiszták körülötted. Na nézzük, melyik szint támogat téged. A színkártyámból húzok egy üzenetet. Bíbor, teremts ki egyensúlyozott életet. Így van, itt is egy kilences, mint szimbólum. A két kilences a lezárás, az elengedés, az új élet kezdete. Az indigó, a bíbor, szín pedig ugye a koronacsakra, a spiritualitás jelképe. Tudatosan mindent meg tudsz teremteni magadnak. Na nézzük a kecske évében születetteknek. Mit hoz ez a hónap? Húzok egy fő energiát, mi lehet a változás? milyen energiák lesznek így van, kejheg kettes az érzelmeken van a hangsúly az emberi kapcsolódáson úgy látom, hogy nem önálón kell megoldanod a dolgokat hanem lesz segítség, akár munkahely, akár család nem látok blokkot kapcsolati téren, oda no, nézzük döntéseket is jelenthet egyébként pár kapcsolatban amit most meg tudsz hozni vagy választási lehetőséget így van, a lélek és az ész egyensúlyban van úgy látom, hogy a vágyaidat meg tudod fogalmazni, és meg is tudod valósítani. Úgy látom, hogy sokatoknál volt blokk párkapcsolatban, de szépen lemegy róla, ez az energia, és a félelmeidet le tudod tenni, hó végére új energia, ott van a határozottság minden tekintetben. Egyébként, ha munkát keresel, lesz segítség, akár emberek vagy egy hölgy által, egy új munka, ahol nagyon jó kapcsolódási pontok vannak, tiszta energiák, hasonló emberek, mint te. tehát számodra megfelelő munka, úgy látom, hogy be tudod vonzani. Így van, mert papírokat is látok, saját magadnak köszönheted, úgyhogy ott van a határozottság, így van. Mi van még itt? Több dolog így van, több dolog, amit el tudsz indítani a pozitív energiákkal, az emberi kapcsolatok most előtérben lesznek nálad, és akár lelki fejlődés szerelem párkapcsolat tekintetében ha megakadás volt, akkor úgy látom, hogy elindíthatsz bármit na nézzük, a színkártyámból az üzenet, mi a számodra magneta kapcsolódja a belső magodhoz Na nézzük, hogy a majom évében születettek. Mire számíthatnak? Húzok egy fő energiát az indiántalomból. Mi állhat a fókuszban? Az érzelmek, illetve a gondolatok, úgy látom. Fejben kell lenned. Mindent észre kell megoldani most. Minden eszközöd megvan hozzá. Főleg, ha levegősegyű vagy, akkor ez az üzenet fokozottan hozzád szól. Na nézzük a kommunikáció és a gondolatok tisztas ú, de szép lapok, így van spiritualitás látok mindent úgy látom az eszeddel, az agyaddal, a mentális képességeidet be tudsz vonzani szerencsével bízol magadban egy élet személyiséget látok aki így van, aki ö, tud tenni magáért családi kapcsolatokban nincs probléma észre tudod venni ha az emberek ö, nem úgy állnak hozzád, vagy ha hamisság van ha húzni akarják az energiádat szépen le tudod őket tenni, úgy látom, gyönyörű energiák, tiszta energetika, nyitott szívcsakra, vágyaid megvalósulása és a stabilitás, használd a képességeidet, használd a képességeidet, fentről segítenek neked, Pozitívak az emberi kapcsolatok is egyébként. Új barátságokat látok, de inkább munkahelyen. Tehát, ha munkahelyet szeretnél teremteni, akkor az is ott van, hiszen új energiák a munka, Ú, de szép, új energiák a munkában, bármiben, hivatalos ügyben, sokatoknál ugye külföldi munka van, vagy a gyerekek külföldön dolgoznak, nagyon begyorsul neked hónap vége felé minden, nincs is egyébként semmilyen gátló tényező, mert tiszta lélekkel, úgy látom, tiszta gondolattal mindent meg tudsz valósítani, így van itt most az ész van egyensúlyban arra kell hallgatni na nézzük a színkártyán üzenette borostyán ébresz fel a kreativitásodat na nézzük meg, hogy a kakas évében születettek mire számíthatnak húzok az talomból egy fő energiát mi állhat fókuszban így van, a gondolatok tisztasága, most valamit elindíthatsz, akár a kreativitás, harmonikus kommunikáció, egy új ötlet. Most valami elkezdődik. Így van, szerencsével úgy látom, az emberi kapcsolatokban nincs negatív energia, bármit meg szeretné valósítani, lesz támogató. Olyan, mint magától minden megvalósulna, bármit is kitalálsz, úgy látom, hűséges emberek vesznek körül a családban is, mellette áll mindenki, úgyhogy nagyon hamar megvalósulásra törekednek az ú, de szép! Nagyon hamar megvalósulásra törekednek a lapok. Így van, megfogalmazod, és szinte már oda is teszik eléd. Úgy látom, hogy munkában lehet a változás, valami nagyon jó hírt fogsz kapni, hogyha munkát keresel, érdemes ugye kommunikáció, önéletrajz küldés, bármi, vagy hivatalos ügy tekintetében is, nagyon, <coughs> nagyon hamar bepörögnek a dolgok, így van, ott van a lelki egyensúly nálad, a hosszú távú dolgok, és ott van a segítség is. Tehát bármit beszeretnél vonzani, határozott vagy, bízol magadba, tiszta energiával, akár párkapcsolat, akár munka, most valami beindul az életedbe, nagyon pozitívan. Na no, nézzük, hogy mi támogat téged, melyik szín. Megkérdezzük a színkártyámat. Oliva zöld. Tisztítsd az energiarendszeredet. Na no, nézzük, hogy a kutyák mire számíthatnak ebben a hónapban. Húzok egy fő energiát a taróból. Valami radikális dolog lesz neked, valami új energia, megnézzük, milyen változás lehet, nem kell feltétlen rosszul megélni, mert ez törvényszerű, ami váratlan. Na no, nézzük, mi az a változás számodra. Nagy kíváncsi vagyok. Én is kutya vagyok, nézzük. <laughs> milyen változások lesznek nekünk. No, szerelemben, hogyha esetleg voltak aggályok, úgy látom, valami megoldásra kerül. Az is lehet egyébként, hogy embereket vesztesz, hiszen rengeteg ember vesz körül. Radikális változás, akár egy munkahely, vagy bármi, amit lazán meg tudsz oldani, le tudod zárni azokat az energiákat, ami téged nem épít. De emberek is benne vannak. Energiavámpírok. Nem kell mindenkinek segítened. Tudj nemet mondani. A kártyáim azt üzenik neked. Párkapcsolatban egyébként nem látok problémát, hiszen egymás mellett álltok, így van költözés. Az is lehet ez a radikális változás, a költözés nálad a családban, vagy gyermekeknél, van egy gyermek születése, tehát gyarapodás, ami megváltoztathatja az életedet. Ó, de szép lapok. Teljes lelki megújulás. Ha munkát keresel, pontosan azt a mérgező környezetet magad mögé tudod tenni, ami ö, rengeteg negatív emberből áll úgy látom, hogy folyamatosan mondták, vagy nem voltak veled megelégedve, pedig te szívedet, lelkedet kitetted, most az megszűnik a torony lapjával, megújulás lesz neked. Sokatoknál külföldi munkát is jelenthet egyébként, vagy olyan hivatalos dolgot, ami most pozitív energiával megújul, és teljes lelki megújulás, ú, le uh, de szép, teljes megújulás, nagyon gyorsan jönnek a dolgok, úgy látom, bármit is szeretnél. A mérgező embereket leteszed, és ott vannak az új dolgok, pozitív üzenetek, harmónia. Tehát gyorsan változnak a dolgok, és mind-mind pozitív fordulatot hoz majd az életedbe. Nézzük meg a színkártyám üzenetét. Zafír, regeneráld a tested. Így van, nem csak mentálisan, fizikálisan is egy kicsit meg kell támogatnunk magunkat, akár homeopátiás szerekkel, vitaminokkal, ha kifáradtunk, akkor az új energiához, új élethez támogassuk magunkat fizikailag is. Na nézzük, hogy a disznó évében születettek, mire számíthatnak, milyen energiák lesznek. Húzok egyet az indiántaromból is, mi a fókusz. Az uralkodó stabilitás mutat, jó dolgokat, megvan a biztonságod, az életed ura vagy. no, nézzük a föld számát. tehát ott a stabilitás, ez egy nagyon pozitív kártya. Nézzük, milyen változások lesznek. Így van, a te életedben te irányítasz, megvan a határozottságod, összefogod a család, családot, úgy látom, hogy ott a lelki tisztaság, ragaszkodnak hozzád az emberek, a család, így van, új dolgok az életedben, akár munka, akár hivatalos ügy, most minden stabil az életedben, ha nem érezted úgy idáig, akkor most fokozottan érezni fogod, hiszen olyan emberek találnak meg, akár ugye szerelmi szempontból, vagy baráti kör, bárki, aki jön hozzád, akik pozitív energiával vannak, mert ki tudod szűrni, hogy ki kell neked. Ha esetleg olyan ember jön, akkor szépen le tudod zárni. Több dolog is. Beindul az életedbe, úgy látom. Így van, sokatoknál költözés volt, vagy házzal kapcsolatos dolog, ami korlátozva volt, hiszen látunk akadályokat, vagy valami olyan dolgot, ami összeköltözés, vagy másik város, vagy külföld, vagy bármi, ami mozgást igényel, ami korlátozva volt neked, az is megindul. Úgyhogy így van, stabilitásodat meg tudod találni. Szerelemben sem látok egyébként ö, ö, semmi olyan dolgot, ami megrekedés lenne, sőt, megindulás. Kettő lehetőség is, hogyha párt keresel, mert sokatoknál ugye tolódott ez az esemény, akár az összeköltözés, akár a pártalálás, nagyon hamar ott a határozottság, és meg fognak valósulni a dolgok. Így van, Isteni segítség, ragaszkodja ahhoz, amit elterveztél, mert jó a gondolat, és úgy látom, hogy a fentiek segítenek neked a hosszú távú célok úgy látom, megvalósulnak betegség tekintetében, bármi is volt, ott is van megoldás, a fentiek segítenek, ott van a gyógyulás. No, kérdezzük meg a színkártyámat, hogy számodra mi az üzenet, melyik szín támogat. Gesztenye, földedle le magad. Így van, nagyokért csak rára fokozott figyelmet kell, ugye, fordítani, hiszen az anyagi terület, ami hozzá kapcsolódik, esetleg a család, a stabilitásunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Csodálatos februárt kívánok nektek, úgy, ahogy elterveztétek.